egésznapos rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. jubileumi évfordulóját a Garai János Gimnázium. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője szerint az iskola mostanra már az ország legjobbjaival vetekszik, ugyanis az itt végzett diákok nagy eséllyel tudnak Magyarországon vagy akár a határon túli felsőoktatási intézményekben tovább tanulni a megszerzett tudásnak köszönhetően, amit személyesen is megtapasztalt. Az itt elért eredményt, amelyeket a diákok elérnek, ez nem magától jön, ezért nagyon keményen meg kell dolgozni. Ezt szülőként is tapasztaltam, hiszen 2015-ben végzett itt a lányom nagyon szép eredménnyel, és a Garai Gimnáziumnak köszönhetően tudott felvételizni Pécsre a fogorvosi egyetemre, és ma már praxizáló fogorvosként szolgálja a térségben élők egészségügyi ellátását. Létre kell hozni az akkori ország területén, lehetőleg megyénként, régiónként azoknak a kiemelkedő központoknak a hálózatát, amelyek a gerincét képezhetik a magyar oktatási rendszernek. Az ünnepségen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is köszöntőt mondott, aki többek között kifejtette, hogy a magyar oktatási rendszer világszínvonalú. Ahol az oktatás eredményességét lehet mérni, azok ugye azok a mérésekre alapozható adatok, mint amilyen a kompetencia mérés, az érettség eredmények, a felsőoktatásban való továbbtanulás, a szakképzettség, az érettségi szerzésnek a számossága, illetve azok a nemzetközi mérések, amelyek a magyar oktatási rendszernek a eredményességét mutatják. Gondoljunk a TIMSS vagy a PISA mérésre. Ugye a TIMSS-ben, amelyik a tanulók tudását méri, elsősorban negyedikes és nyolcadikosoknál, ott Európa legjobbjai között teljesítenek a tanulóink. Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy a gimnáziumok a mai oktatási rendszerben is fontos szerepet töltenek be, az utóbbi évtizedekben egyre többen szeretnének a felsőoktatásban részt venni. A felmérések pedig azt mutatják, hogy az elmúlt években a tanulók 42%-a választotta a középiskolai képzést, ezt követően pedig egyetemen vagy főiskolán folytatták a tanulmányaikat.